Jó reggelt kívánok! 8 óra van, ez a híradó az M1-en. Ábrahám Viola vagyok. Országszerte mintegy 400 helyszínre kellett kivonulniuk a tűzoltóknak a tegnapi viharok miatt. Vas megyében egy lakóház tetejét rongálta meg a viharos szél, az épület lakhatatlanná vált. Győrben elöntött utcák, leszagadt vezetékek és víz alatt álló pincék maradtak a vihar után, ami tegnap késő délután csapott le a városra. Rövid idő alatt több 10 mm-nyi eső zúdult a városra, az esővíz elvezetők pillanatok alatt megtálták. Tatán is hirtelen csapott le a vihar. Az utcákat elöntötte az eső, az autók tengelyig gázoltak a vízben. Az üzletekből és a házakból söpörni kellett a vizet. A vihart erős, olykor több mint 60 km/órás széllökések kísérték. És mai nap sem múlik el viharok nélkül, az egész országra figyelmeztetést adtak ki felhőszakadás veszélye miatt. Meteorológusunk Tóth Tamás itt van a stúdióban. Tamás, ma mire kell számítanunk? Köszöntöm a nézőket, nos ma is lesznek zivatarok, néhány hevesebb zivatar is kialakulhat majd az országban, de várhatóan nem azokon a területeken, ahol tegnap voltak ilyen nagyon komoly viharok. Lássuk is a vázlatpontokba szedve, hogy hogyan is alakul a mai időjárás. Nos, tehát az ország déli, délkeleti részei esélyesek ma a leghevesebb zivatarokra, hiszen ott halmozódik fel annyi hőenergia, ami bizony kiválthatja ezeket a hevesebb zivatarokat. Most délelőtt egyre inkább mindenütt csökken a zivatar veszély és a tendencia, viszont délután képződnek majd az országban újabb zivatarok, és ahogy mondtam, a leghevesebbek a délalföldön várhatók, illetve a Tiszántúl középső részei is esélyes. Részben pedig a Dunántúl legdélibb részeit, tehát elsősorban Baranya megyét. Ezeket a zivatarokat persze kísérhetik viharos széllökések, illetve itt-ott még jégeső is lehet, de leginkább vagy a legfontosabb kísérőjelenség továbbra is a felhőszakadás méretű csapadék valószínű, akár a 40 mm-t is meghaladhatja a rövid idő alatt lehulló eső mennyisége egyes ilyen csapadékgócokban, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, erre legnagyobb esélyt, tehát az Alföld déli részén, illetve részben Baranya megyében mutatkozik. Köszönjük szépen, Tamás! Európa szerte romlik a migrációs helyzet. A tengeri és a szárazföldi útvonalon is nőtt a bevándorlók száma. Itthon csak a hétvégén mintegy 250 migránssal szemben intézkedtek a rendőrök. A balkáni útvonalon fekvő valamennyi ország küzd a válsággal. A bosnyák-horvát határ közelében több mint 7000 migráns torlódik. A helyiek már nehezen viselik a nyomást. Közben újabb magyar rendőrök indultak Észak-Macedóniába, hogy segítsenek a határvédelemben. Több száz migráns vonult végig a hétvégén Bihács utcáin, ez mindennapos látvány a térségben. Gyakran 100, 200 vagy akár 500 fős csoportokban is érkeznek illegális bevándorlók a környékre. Bosznia-Hercegovina északnyugati részében jelenleg több mint 7200 migráns gyülekezik. A helyzet napról napra rosszabb, a helyiek éppen emiatt vonultak utcára szombaton és vasárnap is. Nem akarunk kisebbségben élni, nyugodt életre vágyunk, állt a tábláikon. Az itteniek szerint a városaik élhetetlenné váltak a migránsok miatt, romlott a közbiztonság, rendszeressé váltak a lopások, a határsértők beköltöznek az elhagyott házakba, amiket gyakran fel is gyújtanak. A demonstráció nem telt végig békésen, a helyiek egy csoportja ugyanis elállta a főutat, így akarták megakadályozni, hogy buszokkal újabb migráns csoportok érkezzenek a térségbe. Amikor pedig egy Bihácsba tartó menetrend szerint járat beállt a megállóba, megakadályozták azt is, hogy bárki leszálljon róla. Egy férfi még az autóbusz szélvédőjét is beverte egy fadarabbal, végül a rendőrség beavatkozására volt szükség. A főként migránsokat szállító busz ezután mégis folytatta útját a horvát határ irányába. A magyar határt is nyomás alatt tartják a migránsok, csak a hétvégén 250 bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök. De hétfőn napközben is volt dolguk, szinte minden határmenti megyében, ezeket a migránsokat például Baranyában fogták el, ezt a másik csoportot pedig a román hatóságok állították meg, éveleje óta pedig már több mint 18,500 bevándorló akart illegálisan Magyarországra jutni. Törökország felől is most már útnak indulnak az emberek. Nagy migrációs nyomásra kell felkészülni a következő
esetekben a magyar határon. Erről beszélt az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója az M1-en. Horváth József úgy fogalmazott, a koronavírus járvány alatt feltorlódtak a migránsok a Balkánon, sok időt, pénzt veszítettek, ezért most újult erővel támadják a határokat. Láttuk már, hogy fizikailag is megtámadták a magyar határt, tehát én azt hiszem, hogy ilyen és hasonló megnyilvánulásokra kell felkészülni a következő hetekben, hiszen ezek az emberek most mindent egy lapra tesznek föl, és szeretnének eljutni a céljukhoz, és sajnos Nyugat-Európából továbbra is ezeket az üzeneteket kapják. Hétfőn újabb magyar rendőri egység indult Észak-Macedóniába, hogy segítse a balkáni migrációs útvonalon fekvő országok határvédelmét. 30 magyar rendőr egy hónapig teljesít majd szolgálatot. A magyar rendőrség minden eszközt megkíván adni azoknak a nyugat-balkáni országoknak, akik azt kérik, hogy az illegális migrációval szemben a lehető leghatékonyabban tudjanak fellépni. A Balkánon jelenleg több tízezer ember tart Európa belseje felé. Szakértők szerint nem csak a szárazföldi útvonalon nő a nyomás, hanem a földközi tengeren is. Jelenleg Tunézia ad a leginkább okot aggodalomra, ahonnan az elmúlt időszakban ezrek érkeztek illegálisan Olaszországba. Futva menekült a rendőrök elől az az embercsempész, akinek autóját ma hajnalban állították meg a rendőrök Somogyban. A szerb férfit Iharos Berénynél igazoltatták, az autóban pedig 15 migráns volt, akiket illegálisan akart átvinni az országon. Amikor a szerb sofőr kiszállt az autóból, a migránsokat hátrahagyva elfutott. A rendőrök azonban nem sokkal később nyomkövető kutya segítségével elfogták a férfit, aki ellen embercsempészet miatt indult eljárás, amiért akár 15 évet is kaphat. Hétfőn csak nem 100 illegális bevándorló próbált meg átjutni a magyar határon. Az illegális migráció elleni határozott fellépés mellett a koronavírus okozta gazdasági nehézségek megoldásáról is tárgyaltak olasz és európai uniós tisztségviselők Tunéziában. A megbeszélésen az olasz kül- és belügyminiszter mellett ott volt Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosa, aki kijelentette, Tunézia az EU egyik kulcsfontosságú partnere. Ezért is fontos, hogy az unió gazdaságilag segítse Tunéziát, hogy az a migrációs válság kezelésében hatékony partnere lehessen az európai közösségnek. Segítsünk abban, hogy a befektetők számára egy vonzó területté váljon ez a régió, és ugyanakkor úgy látom, hogy végre megértésre talál az az üzenet, hogy már pedig nem lehet az illegális migrációt számukra sem elfogadni, hiszen önmagában ez a jelenség és a mögötte álló bűnözői csoportok destabilizálhatják ezt a régiót még inkább. Telefonon egyeztetett a fehér oroszországi helyzet ügyében Orbán Viktor magyar és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. A külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán azt írta, a visegrádi összefogás ereje és fontossága most is megmutatkozik. Magyarország Belarusszal kapcsolatosan is a lengyel álláspontot támogatja. A varsói vezetés ugyanis leszögezte, egyedül a fehér orosz nép döntheti el, milyen irányba haladjon az országuk. Lukasenko elnök tegnap arról beszélt, hogy akár új választást is tarthatnak, ha előtte népszavazással döntenek az új alkotmányról. Itthon újabb 30 embernél mutatták ki a koronavírust, ezzel 4946-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Nem halt meg senki, így az elhunytak száma változatlanul 608. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 708. Kórházban 62 beteget ápolnak, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. A szakemberek továbbra is azt tanácsolják, hogy aki beteg, ne menjen közösségbe, és mindenki hordjon maszkot ott, ahol kötelező, és tartsa a másfél méter védőtávolságot. 17 fővárosi kórház higiéniai felújításáról döntött a kormány, jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta, a fejlesztéseket 60 milliárd forintból valósítják meg a koronavírus járvány esetleges második hullámára készülve. Többek között felújítják a burkolatokat, automata csaptelepeket szerelnek fel, és fejlesztik az infrastruktúrát. A COVID-járvány további terjedésére való felkészülés jegyében a kormány 60 milliárd forintból az összes budapesti kórház felújítását határozta el, amely elsősorban szaniter, higiéniás jellegű.
Ez érinti mindazokat a helyiségeket, ahol a betegek előfordulhatnak, és érinti mindazokat a lehetőségeket, amelyek a COVID-járvány kiküszöbölését szolgálják. Letartóztatták a libanoni vámhatóság vezetőjét a két héttel ezelőtti bejrúti robbanás miatt. A férfit alig néhány nappal a tragédia után már őrizetbe vették és többször kihallgatták, mielőtt tegnap elrendelték a letartóztatását a hatóságok. Továbbra sem tudni pontosan, hogy mitől robbant fel a kikötőben tárolt több mint 2700 tonna ammóniumnitrát. Kiszivárgott dokumentumok szerint azonban az ország legfelsőbb vezetése is tudott arról, hogy a vegyi anyagot szabálytalanul raktározzák a bejrúti kikötőben. A nyomozás folytatódik a 178 ember halálát és több mint 6000 személy sérülését okozó robbanás ügyében. Az anyagi kár becslések szerint meghaladja a 4000 milliárd forintot.